Kedves honfitársaim, itthon és a nagyvilágban, valamint a Földön élő összes ember. Lezártunk egy korszakot, ezzel az évvel 2021-en lezárul a vas korszak. Az aranykor veszi 2022-vel a kezdetét. Az aranybulla 1222-es kiadását követően a 800. év már az új világ. A Szent Korona önmagát felosztva vált fizetőeszközzé és egy elektronikus pénzügyi elszámoló rendszerré, mely nagyon gyorsan el fog terjedni az egész világon, annak érdekében, hogy az energia szabadon tudjon áramolni. A szép új világ azzal veszi kezdetét, hogy alapjövedelmet folyósítunk mindenki számára, melyet már a Nemzeti Bank Szent Korona Bankba történő beolvadását követően kezdetben forintba kerül folyósításra, havi 400 000 forint. Ez elhozza az embereknek a nyugalmat, valamint ami talán ettől is fontosabb, hogy mint a világ egyesített hadseregeinek a főparancsnoka, teljes fegyvernyugvást jelentettem be, azaz kvázi kitört a világ béke. Ez rendkívül fontos, mert a fegyverkezésre fordított források is mind a jólét talajára kerülnek. A piacgazdaság helyett tervgazdálkodás veszi kezdetét az egész világon. Mára a Szent Korona Bank nem csak egy elszámolási pénzügyi rendszer, hanem egy online állam- és világirányítási rendszer is egyúttal. Mindjárt az év elején folytatjuk a bankok kifizetését, az adósságoknak a rendezését. A Szent Korona, mint ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonos, visszaveszi az övé. Tehát minden ingatlan átkerül a Szent Korona tulajdonába, mi a birtokosává válunk. Igaz, hogy a birtokos ugyanazt jelenti egyébként, mint a tulajdonos, húzhatja a hasznát, viseli a terheit, adható, vehető, örökölhető. Csak ami a lényeges, hogy nem terhelhető. Tehát a harmadik résznek tehermentesnek kell lenni. Ez mindenki számára elhozza a jólétet, a nyugalmat, és a nélkülözésmentes boldog élet, megszűnik a stressz, és ezáltal a betegségek túlnyomó része is. A másik, a legnagyobb probléma a világon, a vírusoktól és mindentől nagyobb probléma a szegénység, amelyen a legkönnyebb segíteni, csak a javakat kell egyformán és normálisan mindenki számára egyenlően hozzáférhetővé tenni, nyilván a megélhetés szintjéig, tehát az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges szintig. Azon felül nyilván akkor lehet a kosárból valamit kivenni, ha valaki be is tesz valamit, de a megélhetés az alanyi jogon jár. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet, és ezt mint mi, első József Nimród Bátor Attila, apostoli magyar és világkirály, minden ember számára kívánom a jövő évtől mindörökké.